Legutóbb 2018-ban adott otthon diákolimpiai országos döntőnek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, akkor a negyedik korcsoportos összevont labdajátékok fináléját rendezték meg több helyszínen. A hétvégén 5.-6. korcsoportos A-kategóriás röplabda csapatok érkeznek Nyíregyházára, hogy eldöntsék az érmek és a helyezések sorsát. A lányoknál és a fiúknál is 8 együttes lép majd pályára. Nagyon örülök annak, hogy több év után újra országos döntőt tud rendezni a vármegye. A Magyar Diáksport Szövetségnek a pályázati felhívására jelentkeztünk még tavalyi évben, így nyertük el a döntő megrendezésének a lehetőségét, az előkészítés akkor elkezdődött, az MDS-nek az országos és a debreceni szervezet elnézést, illetve a Nyíregyházi Szakképzési Centrum tankerület nagy segítségünkre volt, illetve maga a két lebonyolítási helyszín, hiszen a Nyíregyházi Continental Arénában és a Bem József Általános Iskolában kerül megrendezésre a verseny. Az előkészületek hál' Istennek zökenőmentesen haladtak, így el tudom mondani, hogy a játékosoknak, csapatoknak, csapatvezetőknek mind a szállása, mind az étkeztetése biztosított. A fiúknál a nyíregyházi Széchenyi csapata képviseli a vármegyét. Az iskolában 5 éve foglalkoznak röplabdával. Az Imre Győző által irányított együttes budapesti, szolnoki és kecskeméti rivális ellen lép pályára csoportmeccseken. Ahogy nézegettem a csoportot, azt nem mondom, hogy gyenge a csoportunk, de kaphatunk volna erősebbet is. Hát azért a nagymúltú egyesületek az utánpótlás csapatait elkerültük, itt például a Kapusvárra gondolnék. A csoportban az lesz a célunk, hogy minél masszívabb játékot tudjunk nyújtani, és az erős ellenfeleinket is meg tudjuk szorongatni. Nyilván itt abban gondolkodom, hogy szetteket, pontokat kellene rabolni az ellenfelektől, és ha tudunk, akkor egy-egy bravó győzelmet is. A vasvári csapata évtizedek óta résztvevője az országos döntőknek. 2017-ben Nyíregyházán Szekér Lászlóné irányításával aranyérmet szerzett az akkori együttes. Azóta egy újabb elsőség mellett rendre a legjobb 4 között végeztek a vasvárisok. Ezúttal budapesti, jászberényi és békés csabai ellenfelek várnak a csoportban a nyíregyházi lányokra. Az, hogy Nyíregyházán van, én nagyon bízom benne, hogy ez egy plusz motivációt ad a csapatnak, hiszen itt lesz majd az iskola, a tanulói szurkolnak, a szülők, a klubvezetés, a barátok, és ez nekünk egy pluszt kell, hogy jelentsen. Jók a csapatok, nehéz a csoport, de a másik sem könnyű, hiszen a nagy kluboknak az utánpótlásai, akár a Vasas, a Békés Csaba, persze a Nyíregyháza. Mi mindent meg fogunk tenni a 4 bekerülésére, és ott majd még jobban küzdünk, hogy hát ha összejön egy érem. A Széchenyi pénteken 10:30-kor a BEM csarnokában, a vasvári ugyanabban az időben a Continental Arénában kezdi a tornát. A fiú és a lány döntő is vasárnap 13 órakor kezdődik a Continental Arénában.